33-23-as útszakasz felújítása, mellyel közlekedésre alkalmassá válhat ez az út. Válaszadásra megadom a szót Fornagy János államtitkár úrnak. Köszönöm, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Az ön által említett útszakasz megerősítése, mi több sajnos jelentős területen hozva a teljes helyreállítása, tökéletesen indokolt. Ez az objektív rangsorolással elkészült felújítási ütemtervben is a legsürgősebb beavatkozások között szerepel. A mellékúti fejlesztéseket uniós forrásból támogató regionális operatív program akciótervébe szintén helyet kapott a 33-23 jelű összekötő út kérdése szakaszának teljes rekonstrukciója. Mint ön is említette, a 2010-11-es téli időszakban a talajvíz szintje úgy megemelkedett, hogy a burkolat az út egyes szakaszain víz alá került. A töltés átázása miatt az út burkolata is teljesen tönkrement. A helyszíni bejárás alapján mintegy 6 kilométer hosszon a burkolat teljes cseréje, a fennmaradó szakaszon pedig olyan tervfelülvizsgálat látszik szükségesnek, amely esetenként a töltés teljes átmérőjének cseréjét is előírja. A felújítási technológia, a talajmechanikai vizsgálatok és az új teherbírások mérését követően kerül sorra, ezt követően kezdődik a tervezés és az engedélyezés. Mindezzel együtt, ismételten hangsúlyozva a munka kiemelt fontosságát, nagyon bízunk benne, hogy legkésőbb jövő év elején ez a munka elkezdődik, illetve jövő tavaszra elkészül. Az útkezelő a teljes felújításig kényszerű sebesség és súlykorlátozással, balesetmegelőző kátyújavítással tartja az utat közlekedésre alkalmas állapotban. Kérem, hogy a műszaki körülmények ismeretében és annak tudomásul vételével válaszomat szíveskedjen elfogadni. Köszönöm a türelmét. Kérdezem, képviselő urat, elfogadja a választ. Köszönöm a választát, államtitkár úr, elfogadom a választát azzal a gondolattal együtt, hogy ha lehet, akkor minél hamarabb tegyék meg ennek az útnak a felújítását, hiszen rengeteg kárt és bosszúságot okoz az ott közlekedőknek, és én tényleg azzal abban a tudatban fogadom, hogy ezt minél hamarabb történjen meg. Köszönöm szépen. Most Habis László képviselő úr a KDNP részéről következik, aki interpellációt nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Miniszterhez, Egert a M3-as autópályával összekötő út kérdése címmel. Parancsoljon! Elnök úr, köszönöm a szót! Tisztelt államtitkár úr! A Heves megyei egyes választókerület egyik legnagyobb problémájának megoldása ügyében fordulok önhöz. Interpellációm tárgya az Egert, az M3-as autópályával összekötő út megvalósításának kérdése. A térség közlekedési problémái a múltban gyökereznek. Ha felütjük az Eger címszónál a Révai Lexikon 1936-os kiadását, a következőket olvashatjuk. Eger, Heves megye székhelye, rendezett tanácsú város. Gazdasági életének nagy hátránya, hogy mellékvonalon fekszik. Egert tehát a főbb közlekedési útvonalak elkerülték. Több mint 35 évvel ezelőtt a rendezési tervek már számoltak az új M25-ös úttal. Az út megépítésével jelentősen javulna a város országos és nemzetközi elérhetősége, komoly élénkítő szerepet töltene be a térség életében, például a turizmus vagy az ipar, és ezekkel szoros összefüggésben a munkahelyteremtés szempontjából. A jelenlegi rendkívül balesetveszélyes településeken áthaladó közlekedés elviselhetetlenné teszi a szomszédos három szalagfalu mindennapjait is. Az országos és megyei fejlesztési tervek már évek óta tartalmazzák egy, az M3-as autópályáról önálló csatlakozási csomóponttal rendelkező út Egerbe bevezető nyomvonalát. A szocialista vezetés 8 év alatt azonban nem volt senki, aki a folyamatot kézben tartotta volna. A tervezés a végeláthatatlan szakhatósági egyeztetés hálójában vergődött. Ez év januárjában a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól részletes ütemezést is tartalmazó tájékoztatást kaptam az összekötő út helyzetéről. Az ebben foglaltak azonban újabb kérdéseket vetnek fel. A tájékoztatás szerint az első ütem megvalósításának következő lépéseként 2011. februárjában meg kellett volna kötni a kivitelezési támogatási szerződést. A második ütem műszaki átadására leghamarabb 2013. decemberében számíthatunk. Tisztelt államtitkár úr!
Kérdés, valóban a tervezett ütemezés szerint haladnak-e a megvalósítás feladatai? Aláírták-e az új nyomvonal szerinti tervezési szerződést, és az milyen ütemezést tartalmaz? Egernek mikor lesz lehetősége a tervet megismerni, véleményezni? Mikorra várható az építési engedély megszerzése? Mikor kezdődik a beruházáshoz szükséges területek megszerzése? Mikor indulhat meg az építkezés? Mikor kerülhet sor az útátadására? Eger hosszú évek óta küzd a várost az M3-as autópályára összekötő gyorsforgalmi út, illetve a közvetlen autópálya kapcsolat megvalósulásáért. A város számára fontos, hogy ennyi késedelem után végre ütemezetten haladjon a projekt, és a megvalósítás tervezett dátumait minden érintett megtartsa. Várom megtisztelő válaszát. Válaszadásra ismételten megadom a szót Fónagy János államtitkár úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselő úr! A közlekedés operatív programban a Füzesabony-Eger útvonal fejlesztése két szakaszra osztva szerepel. A jelentősebb beruházás elem a távlati M25-ös autóút nyomvonalán a 251-es számú főút Maklár-Andornak tája elkerülő út megvalósítása. Ez 10 kilométer hosszon, mintegy 9 milliárd forint becsült költséggel épülhet meg. A fejlesztés előkészítésében nem várt fordulat állt be, mely ugyan késedelmet okoz, de a beruházási költség csökkenésével is együtt jár. Korábban a Mollerzérti olajkitermelő kutyainak igen költséges kiváltásával és nyomvonal eltolással kellett számolni, a vállalat újabb hasznosítási koncepciója szerint azonban az út elvezetése már lehetővé vált a legmegfelelőbb nyomvonallal, a közben szükségtelenné minősített kitermelő helyek érintésével is. Az úttervezés főkérdéseibe állásfoglalást adó közlekedési tervtanács az időbeni késlekedést indokoltnak tartotta felvállalni a megtakarítható forrásokért cserében. A tervek szerint az új nyomvonalra még idén elkészülnek az új környezeti vizsgálatok és az engedélyezési terv. A fejlesztés kisebbik eleme a 2501-es összekötő út 2,5 kilométeres szakaszának korszerűsítése, amelyre építési engedéllyel és kiviteli tervvel is rendelkezünk. Örömmel tájékoztatom, hogy a kivitelezésre vonatkozó támogatási szerződést a közelmúltban aláírták, és ennek nyomán előkészítés áll a kivitelezési közbeszerzési eljárás is. A projekt kezdése 2011 harmadik negyedévbe, befejezése pedig 2012 első negyedévbe várható. Képviselő úr, konkrét kérdéseire válaszolva, fejlesztés előkészületei az említett ütemezés szerint haladnak. A kiegészítő tervezési feladatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van. A részletes egyeztetések az engedélyezés tervkészítés közben az építési engedélyezés eljárás megelőzően várhatók. A nyomvonal új módosítása Eger közigazgatási határát nem érinti, ugyanakkor a tervek előzetes megismerésére és egyeztetésére az engedélyezési tervkészítés időszakában 2011 harmadik negyedévében lesz lehetőség. Az elkerülő útszakasz építési engedélyének megszerzését, környezetvédelmi engedély megszerzését követően 2011 év vége, 2012 év eleje közöttre tervezzük. A beruházás szükséges területek megszerzése 2012 elején kezdődhet meg, végül az egyes építési szakasz Füzesabony-Maklár között építése 2011 harmadik negyedévben elindul, a második szakasz építése Maklár-Eger között a kivitelezési támogatási szerződés aláírását követően 2012-ben kezdődik. Mindezek alapján az út átadását 2013, illetve legkésőbb 2014-re tervezzük. Kérem, hogy válaszomat elfogadni szíveskedjék. Kérdezem, képviselő urat, elfogadja a választ. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Bízom abban, hogy ez az út az ön által elmondott ütemben megvalósul. Köszönöm a választ, elfogadom. Tisztelt Országgyűlés! Karácsony Gergely, az LMP képviselője interpellációt nyújtott be a közigazgatási és igazságügyi miniszterhez. Kíván-e tenni valamit a kormány az offshore lovagok ellen, avagy megint csak egy fideszes porhintéssel van dolgunk címmel? Képviselő urat illeti a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr. Az új alaptörvény társadalmi vitáját végzett a levelező tagozatos nemzeti konzultációban a kormány többek között arról kérdezte az állampolgárokat, hogy
egyet értenek azzal, hogy az új alaptörvény szerint kizárólag átlátható gazdasági hátterű társaságok számára legyen nyitva az állami forrásokhoz való hozzányújtás. Nyilvánvaló, hogy a válaszadók úgy értelmezték a kérdést, hogy az offshore cégeket tartsa távol az új alaptörvény az állami pénzektől. Aztán a miniszterelnök úr itt a parlamentben be is jelentette, hogy a válaszok majd mindegyike be fog kerülni az új alaptörvénybe. Sajnos nem egészen így történt, mert az új alaptörvények következőképpen rendelkezik erről a kérdésről. A központi költségvetésből csak olyan szervezet részére teljesíthető kifizetés, amelynek tulajdonosi szerkezete átlátható. Magyarán az állami vállalatoknál vagy az önkormányzatoknál továbbra is lehetne offshore-ozni ez szerint. És továbbra is kérdés, hogy egyáltalán jelente bármilyen védelmet az offshore cégek pénzanyulása ellen az átlátható tulajdonosi szerkezet megkövetelése, hiszen könnyen lehetne azt mondani, hogy ezeknek a cégeknek is átlátható a tulajdonosi szerkezete, csak éppen Cipruson vannak beegyezve. Sajnos úgy tűnik, ezen a témában is egy tipikus fideszes porhintéssel van dolgunk. A Fidesz ellenzékben kikelt az állami pénzek körül egyeskedő offshore cégek ellen, hatalomra kerülve aztán folytatta erődei gyakorlatát, csak egy kis szómágiával igyekezett erről elterelni a figyelmet. Hadd említsek néhány példát, néhány konkrét esetet. Nemrég itt a parlamentben is szóvá tettük, hogy a Magyar Posta pályázat nélkül adott 1,8 milliárd forintos megbízást egy ciprusi offshore tulajdonban lévő cégnek. A cég székhelye igencsak ismerős lehet a Fidesz politikusainak, hiszen láss csodát, éppen oda van bejegyezve, ahová azok a Bajnai Gordonhoz vagy Kóka Jánoshoz kötődő cégek, amelyeket a Fidesz ellenzékből annyit támadott. De offshore résztulajdonban van az a cég, amely diagnosztikai munkát végez a Debreceni Kórházban, vagy egy néhány nappal ezelőtti hír, hogy az egyik budapesti kerületben, a 11. kerületben a kerület számára igencsak előnytelen médiafelület értékesítési szerződéses egy offshore cég kapott. Az LMP az elmúlt egy évben tucatnyi olyan törvénymódosítást nyújtott be, amely kiszorította volna az offshore cégeket az állami pénzek környékéről, önök eddig egyiket sem támogatták. Tisztelt államtitkár úr, tehát a kérdésem az, hogy mit gondol arról, hogy az alkotmányba bekerült új passzus jelente bármilyen védelmet az offshore cégek megjelenése ellen, vagy pedig ez csak egy egyszerű szómágia? A másik talán ennél is konkrétabb, hogy a kormány tervez-e bármilyen konkrét lépést annak érdekében, hogy a külföldön adózó és ismeretlen tulajdonosok tulajdonában lévő offshore cégek semmilyen formában nyújthassanak hozzá az adófizető pénzéhez, sem a központi költségvetésből, sem az állami vállalatokon, sem önkormányzatokon keresztül. Várom válaszát. Válaszra Vétvári Bence államtitkár urat illeti a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Először is nagyon örülök, hogy az LMP is elkezdi olvasni az alkotmányt, és abból immár idéz itt a parlamentben is. Kár, hogy ezt nem pár hónappal ezelőtt tették meg, mert akkor egy sokkal izgalmasabb alkotmányos vitát folytathattunk volna le itt a parlamentben. Valóban a jelenlegi kormány az előzővel ellentétben elkötelezett az offshore stop bevezetésével kapcsolatban. Amikor offshore cégbe menekítik egy-egy vállalatnak a jövedelmét, akkor ezzel a magyar adózás alól vonnak el pénzeket, amelyeket az állam újraosztan, illetőleg azoknak a vállalkozásoknak jelent ez versenyhátrányt, akik maguk tisztességesen adóznak a magyar szabályok szerint, míg mások, akik külföldre viszik a pénzüket, azoknak nem kell adózniuk. Ahogy ön is említette, a nemzeti konzultációban egyértelművé vált, hogy az emberek támogatják a kormánynak ezt a célkitűzését, ezért került be az alkotmányba ez a passzus. Arra vonatkozóan, hogy önök most itt ezt a kérdést előhozzák, azt tudom mondani, hogy ennek a helye itt lett volna a parlamentben csak 3 héttel, 4 héttel vagy 5 héttel ezelőtt. Erről szólt az alkotmány általános és részletes vitája. Pontosan ilyen felvetéseket kellett volna itt megfogalmazni, nem futni a szekér után, hanem akkor, amikor itt volt az ideje annak, hogy ezeket az érveket bedobják, amikor itt volt annak a házszabályban rögzített határideje, hogy módosító indítványokat kell benyújtani, ha önök ezt elégtelennek találták volna, akkor be kellett volna nyújtani ezeket a módosítókat, itt kellett volna lenni a parlamentben, és nem utólag kellett volna olvasgatni szemelvényekből az alkotmányt, hiszen hogyha nem csak szemelvényeket olvasna képviselő úr, az ön 39. cikk kapcsán feltett kérdésére a 38. cikk első bekezdés első mondatában és a 4. bekezdésben található a válasz. Így szól a 38. cikk első bekezdése. Az állam és a helyi önkormányzatok tulajdon a nemzeti vagyon. Ezen meghatározza az alaptörvény a nemzeti vagyon körét, és a negyedik bekezdésben pedig azt mondja, nemzeti vagyon átruházására vagy hasznosítására vonatkozó szerződés csak olyan szervezettel köthető, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint az átruházott vagy hasznosítása átengedett nemzeti vagyon kezelésére vonatkozó tevékenysége átlátható. Tehát az a kör, amit ön a kérdésében kérdez, hogy további körben is alkalmazható ez az offshore stop, egyértelmű, hogy igen, az alaptörvény rögzíti ezt, ehhez mérten kell akár a sarkalatos, akár a sima többséggel elfogadandó törvényeket meghozni, hogyha
az LMP itt lett volna, akkor tudta volna ezt a javaslatot támogatni, de nem volt itt, és nem támogatta azt, hogy ez az alkotmányba bekerüljön, ez a teljes védelem. Ugyanakkor engedje meg, hogy én is föltegyek önnek egy kérdést, ha ön már itt előhozta az offshore cégeknek a világát. Ugye az elmúlt napokban egyértelmű vált, hogy Richard Field önök számára támogatást nyújtott a kampányban. Na most ez az úriember egy Mezőholding nevű KFT-nek volt korábban a tulajdonosa és ügyvezetője, aminek egy Germanicar LLC nevű Delaware államban bejegyzett másik tulajdonosa volt. Ez egy Limited Liability Company műfajban bejegyzett szervezet Amerikában, ez kifejezetten külföldön tevékenykedő cégekre használják, az USA-ban nem végeznek üzleti tevékenységet, ezért Amerikában 0%-os adókulcsára esnek, a tulajdonosi hátterük nem nyilvános, és a székhelyük az Egyesült Államokban lényegében egy postafiók. Ugyanennek az úriembernek korábban egy cége, az Amerikai Ház Kft., egy Manor Hungary nevű Kft.-nek szintén tulajdonosa volt, amit 2006-ban az Amerikai Ház Kft. Helyett egy American House LLC váltotta a tulajdonosok között, és 2006 óta offshore-izálták. Beszédes a név Richard Field, egy RF Kft. Szintén, ő volt korábban a tulajdonos, 2006-tól egy Delaware offshore lett szintén a tulajdonos. És még folytathatnám, Fiala Autócentrum Kft., bár 2008-ban megszűnt, ugyanígy Richard Field ügyvezetése mellett offshore cégek voltak a tulajdonosai. Az LMP számon kéri az offshore cégek számontartását, de miért fogad el adományokat olyan cégtől, olyan embertől, akinek offshore cégei vannak, aki offshore-ozik? Kérem képviselőt, hogy tegye egyértelművé számunkra. Nekem ezekből a cég nyilvántartási adatokból úgy tűnik, mintha az LMP offshore-ozó vállalkozóktól fogadna el a kampányához támogatást. Kérem nyugtasson meg itt minket, van egy percre a viszontválaszban a parlament nyilvánosság alatt. Fogadott el offshore tulajdonostól az LMP pénzt vagy sem? Köszönöm szépen. Megkérdezem képviselőt, elfogadja a választ. Hát államtitkár úr, a múlt héten megtudtam, hogy a Flór Tomi rajongó, ami egy kicsit meglepő egy keresztény volt a képviselőtől, hiszen ez igen frivol rapperről van szó, de én is hagyidézek tőle. Ez a válasz nagyon off volt, tehát nem tudom elfogadni. Azért nem tudom elfogadni egyrészt, mert az, hogy Richard Field támogatta az LMP kampányát, azt onnan tudja ön, hogy mi ezt nyilvánosságra hoztuk. Azt, hogy az önök kampányát milyen offshore cégek támogatták, ezt nem tudjuk. Szeretném önnek felhívni a figyelmét a hírszerző egyik írására tavaly májusról, ami végigveszi azt, hogy az ön közigazgatási államtitkár hány offshore céget képviselt a kormányváltás előtt. Ez nagyon hosszú a lista, és ezek egyébként számos Fidesz politikussal összeköthetőek. Vagy szeretném felhívni az ön figyelmét arra, hogy egy néhány nappal ezelőtti közbeszerzési pályázatot megtámadtak, és ennek a közbeszerzési pályázatnak a nyertesei annak, ami annak az offshore cégnek az utolsó ismert sajnos, ez a kívül most 10 bizonyos kerül egyedik épületi offshore ten média nyert meg. Azt gondoltam, hogy nolom, ha hozzá offshore van szóval, akkor ön akkor inkább önnek is el kell cselenni kell. Ául például a támlennek, hogy a Kemperan és hívfapisvetes képcsalmatásnak cseló képviselt az ülejel, de az a társadalmat egy ételézelen, mint az 12-12 bejön utalmi múlt törvénytárosítást. Tehát, ha érted, jól akkor a demokrúr népviselte, nem fog állasz alá. Kérdezem, hogy érdez a házat, feltel fogad, hogy elmegye. Ház 827 az a 1975-től nem 3 éven ellenében 7-26-os kutart mellett lássuk a válogat elfogadta. Petor tisztelt gyűlés, Szájt Varga és Vató az ASZP lemezcselő képviselője, Zeppel interkutnyulációja, amit több az nemzeti minőség ez, Szeren, Kocsi Mató és a Győr Bóny Langó nyelv, B, avagy hogy a befolyóköztársában félre el címmel. Szépviselő képviselet úr, a szó. Köszönöm a szó, szerintem elnök Kotel úr, képviselő elsősőt, tehát tisztelt kell, államtisztelő úr. Ányá, kormány egre tanulmát fordjart, magyar táviroda író át a átáslakítus, és a való kérnek sik volt, elem. És néha ugyanis követ, ha elkezdhetik azt, hogy hibá szerint szószézzék idémitek, a kormány egy kormánytag. Ma, és így utolj, az György is az április 20-án nyúli kormányvetést követ, de olyan például az őket kezem, de hát mondta. Bergen konferencia programban szere azt, hogy perláll az át, mint amelyen így, ahogy is idén bér, a kekkel rá összfér, mert van el, hogy közt csak a létfér a macsicán tökke, és egy csak azért közken akban félelkező rendek áll, se beló megertős is szólt eddig léze az idén. Az egyetlen egyik importes sztál szerint szószézit idén Zangi, az kiadaguló verget konvipróvencia uram, mond egyiket a tár, ami fordítani le fontos fapó ellen van az előjelkező, aminak az a gazdasága minisztrági mondtervit mondott. Az angol ugyan szöveg azt is a tím jelent,
hogy a közben irább nem kedmek a bének érek. Tűnik úgy nem csik újság az úknak megíró a választó választnak. A ellen és az a képzéki őknek is jelentenek jelenjebbsi könnyedsége. A magyar és a rúli vánok nyilvahozsága konvenák opcia bergens mód program mielőtt előtt angolul a gorra fordi lefektaná, ha nem ilyen a mérztű keresztül azt a lapasz alapotokon piált a kormányt könnyen a kis getjebbsége ne jelent. Ha nem hallják, hogy természetes fogyzetes valadjás munkódó valóit